Godzilla, Jaguar Pearl. Southern Cali, when I put my mind on it. Szerbusztok gyermekeim, itt vagyok egy Shards of War nevezetű játékban, a nem is tudom, hogy a készítők vagy a fejlesztők, tényleg fogalmam sincsen, vagyok Select Upgrade F1, alright. Megkértek, hogy csináljak egy videót erről a játékról, ez egy ilyen MOBA jellegű játék, tudom, tőlem ez nem túl megszokott. Viszont megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy MOBA játék fan, tudjátok ezt jól, nagyon béna is vagyok bennük egyébként. Dögölj! Erről van szó! De valamiért, és egyébként ezt most leszögezném nektek gyermekeim, hogy a készítők vagy a fejlesztők, ez tényleg nem vagyok benne biztos, hogy kik kértek meg, nem kérték, hogy mondjak erről a játékról jót, nem kérték, hogy teszteljem, nem kérték bőven az őszinte véleményemet mondhatom a játékról. Egyelőre még csak itt a tutoriálban vagyok. De meg kell mondjam, én ezt baromira élvezem. És most ezt nem azért mondom, mert én erre megkértek, hogy csináljak egy videót, hanem azért, mert itt olyan az irányítás, ami a legfőbb változatosságnak tűnik így az ilyen, mit tudom én, League of Legends, meg mi van még? Mi annak a neve a Blizzardnak? Nem is tudom már. Hú, basszus, nem tudom, mi annak a neve. World of, vagy Heroes of, mit tudom én, micsoda. Az a fő különbség, hogy itt a mozgás nem kattingatással működik, tehát az egér az a szerves része szintén a játéknak, de itt most már Heroes of the Storm, na csak eszembe jutott a neve, hanem itt WASD-vel mozogsz, tehát olyan feelinge van kvázi, mint egy ilyen, közben várjátok, mert veszettül, szóval ezek itt még botok, bőven botok, oh my god, bőven botox. Olyan feelingje van, mint egy konzolos játéknak. Mint régen voltak ezek a shoot'em up nevezetű játékok, azt hiszem ezeket úgy hívták. Tök olyan feelingje van, szóval nekem ez sokkal játszhatóbb valamiért. Tehát, hogy sokkal jobban azt érzem, hogy faszásan én, tehát mondom, WASD-vel mozgok. Tehát most nem kattintok semmit. Most csak a billentyűt használom, és igazából amerre nézek, ugye arra fog lőni az emberem. Barom jó egyelőre, ráadásul sokkal inkább ilyen ranged ötek kek vannak ebben a játékban, úgy veszem észre, szóval sokkal távolabbról tudunk már harcolni, ahogy észreveszitek. Ami nekem baromi, az R. Vannak képességeim, ugye ugyanúgy működik amúgy, tehát a space az egy olyan képesség, hogy tudok így vetődni, tehát ilyet tudok csinálni. Ami jó cucc, meg minden. Na most, tényleg szóval most attól függően, hogy most ez mennyire jó játék, mert ez egy free-to-play játék ez szintén. Leszedhető shardsofwar.com, azt hiszem, nem tudom, de a link egyébként lent lesz a leírásban. Baszki, nem haladunk sem erre. Szóval nem tudom, hogy én ezt elkezdi meg kompetitíven nyomni, mert félek, hogy nagyon ráfüggök, mert ez nekem nagyon bejön, tényleg. Van is egy ilyen játék, azt mondom, a Halo-nak van egy ilyen, nem tudom most írtam mi a neve, de az is egy ilyen Steam-es, és ilyen izometrikus nézetből, azt hiszem ezt úgy hívják, amikor egy oldalas nézetből, ugye a Diablo volt olyan nézetben, játszható a játék, és kicsit arra emlékeztet, ott is ugyanilyen ilyen jellegű irányítás van. És ez tök jó, tehát ez tényleg tök olyan, hogyha kontrollerre nyom, lehet, hogy még kontrollerre jobban is élvezném egyébként, nem tudom. Szóval nem tudom, hogy én ezt elkezdjem egy kompetitíven nyomni, én most itt ezt a tutoriált élvezem, tényleg. Szóval, és ugyanaz, látjátok, ott van bal oldalt alul a térkép, hogy éppen mit kell csinálni, ott van alul a térkép, hogy, tehát, hogy mi van, szóval teljesen MOBA, igazából ugyanaz szerintem, itemekről még nem nagyon hallottam, közben fejleszgetni kell, meg select talent, meg mit tudom én. Ez például fogalmam nincs, mi ez? Tactical Amp, Passive Behavior, Heal Bonus, mit tudom én, nem tudom, mondom, annyira nem néztem, tehát igazából a tutoriál az annyi, hogy bedobott engem ide a mély vízbe, tehát egyből egy ilyen meccset dobott be, viszont még egyszer sem haltam, tehát igazából a játék elejénből egy, amit kihajtatok időben, az körülbelül egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen fél percet hajtatok ki körülbelül. Na, dögölj, ez az! Jó, mondjuk botokat könnyű ölni, abszolút. De esküszöm, bakker, hogy én ezt élvezem! Jaj! Közben elnyomta az ultit! Amúgy nincs is ulti, ez csak egy rohadt ágyú. Ulti, egyébként ezeket a szavakat csak gondoltam, hogy jaj, ne, jön, húzzunk ki! Nem jó a space, még nincs visszatöltve, gondolom, gyerünk kifelé! Ah! Hú, na jó, melyiket tudok hílelődni? Ezzel? Nem tudom, E-vel? Nem tudom, F1. Fogalmam sincs, tényleg nem tudom mit csinálok, mik a képességek, annyira nem vagyok ebbe otthon, tudjátok ti azt jól. Közben telefon, de semmi probléma. Gyerünk. Bot vulkán. Gyerünk, és pont elmegy. Legyenek tök olyan, mint a Heroes of the Storm, tök olyan, mint bármelyik másik ilyen jellegű játék.
Szóval... Tehát nem kell itt nagy-nagy megfejtésekre gondolni, meg tényleg nagy dolgokra, de... De valahogy, meg ez a környezet, szóval nincs benne ez a... Az nem jó, az nagyon nem jó, nagyon, azt most lőjük le, ez az! Ennek szinte ez volt a vége! Fuck yeah! Na hát, és igazából így néz ki a menü. Hát, nem igazán shop. Szóval lehet itt, I understand, persze, tehát lehet venni itt mindenféle karaktert, I guess, meg Sentinel skineket. Wow, még ilyen touchdown. Ez komoly. Igen, kicsikét ilyen viccesebbre van véve, action hero. Kicsikét ilyen viccesebbre van itt véve a figura, úgy nézem. De ez milyen menő. De komoly. De nem tudom, tényleg egyre nagyon élvezem, úgyhogy nézzünk egy olyat, hogy battle. Nem tudom, mi fog történni. Solo, team, vagy a co-op, custom game versus. Jó, még három meccset kell lejátszani a bot ellen, hát akkor nyomjunk egy bot ellen itt. Empire City, select your map. Random, mit tudom én. Azt tudom, melyiken voltam most, mondom random. Az is unlocked, 10-es szintig. Summon meg. De ezek mind unlockoltak, csak ez nem. Oké. Okay. Hát akkor searching for match. Ja. Én azt mondom, hogy adjatok neki egy esélyt, mert jó mondjuk egyébként, aki kőkemény, mit tudom én, League of Legends rajongó, meg Heroes of the Storm rajongó, annak nyilván lehet, hogy ez nem fogja megváltani a világot, meg ráadásul ugye nem vagyok egy olyan autentikus vélemény, hogy én megmondjam, hogy ez aztán jó a izéken belül, a mobákon belül, mert nem értek hozzá, de mi a franc, Select Sentinel. Na, ki tudunk választani karaktert. Hát én lehetőség szerint ugyanaz lennék, aki voltam a... Ez voltam? Melyik voltam? Fogalmam sincs, hogy a kezdetben melyik voltam. Ez a három van csak. Várjál, ott vannak a képességei. Hát én ezek közül egyik sem voltam. Mi ez? Breach unleashes... Na... Nanny that deal damage... In an area over time, Breach fires a piercing shot that slows the... Breach gains increased movement. Na jó, az jó lesz ez, lock in. Még ez a hackert választ ki, és akkor itt lehet gondolom skint választani, így van, nekem ez az alap lesz, hát most túl fogom élni szerintem. Ide a chatbe beírom, hogy... Hello, úgy látom vannak oroszok, bőven, jól van. Hi. So... Sauron Smith. From Russia, eh? Én kalózosan from Russia, eh? Menjünk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, no. What? I don't fucking understand. Na mindegy, nézzük. Gondolom most, igen, most botok ellen fogunk menni, ugye? Nem vágom. Tehát annyi nem vagyok benne... Wow, kicsit szétesik, de nem baj. Ez mi ez az info itt? Mi a franc ez? Ja, jó. Dragon and Jungle Drone. Capture drones in the jungle and they will attack the enemy team. Az jó. Win the game by destroying the enemy HQ. Igen, az volt. Fight past enemy towers. Jó. Azért mondom, tök ugyanaz, mint az összes többi... Mi történt? Ja, semmi, jó. Most ez tölt, ugye? Az előbb már itt ott lettem volna. Már ott láttam magam. Vagy nem tudom, mi volt ez. Igen, az érdekes, hogy amennyit játszottam, amikor Heroes of the Storm-mal, ott azért sokkal... Jó, köszönöm, ezt nem kérem. Sokkal közelebb voltak. Azt a min van? Én ezen fogok mászkálni? Anyád, ne csináld! Wow! És mi az... Jaj, de menő, és próbálgatja ott gondolom, nem tudom mit művel. Most visszaszámol még? Igen, itt van, jó. Szóval itt van ugyanígy, itt van ilyen élet, F to use, megnyomod az F-et, gabsz érte, szóval tök hasonlít, csak az egésznek az ilyen stílusa tök más egyébként. Mi ez a lag egyébként? By the way. De előbb lejjebb vettem egy kicsit a grafikát, de ezek szerint nem a... Jézusom, nézd már! Az már elszánt. Az elszánt, öcsém. Mik vannak itt? A képességek, nem tudom. Jó, szia! Úristen! Deploy in 7, 6, 5, 4. Fogalmam sincs. Increase your energy. Increase-eld. I don't understand. De increase-eld. Na nézzük csak tovább. Jézusom, milyen karakterek vannak itt, beszarok. Ez ilyen... Nem is tudom, miben... Valamilyen filmben volt ilyen hasonló.
De ezek olyan, hogy nem is botok lennek, vagy hogyha botok is, akkor ilyen nagyon ilyen extrémek. Itt van valaki, akivel harcolsz? Valakivel harcolsz? Gyere csak! Oh my fucking god, oh my god, oh my god, oh my god! Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus! Ne, 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 ne! Ez ugyanaz, mint a Heroes of the Storm-ba, látjátok? Ugyanaz, mint a Heroes of the Storm-ba. Így beizé, bezsibbaszt, aztán csókolom. Biztos van ilyen a League of Legends-ben is, I don't know. De ezek itt nagyon jönnek itt oldalra, nem akar jönni senki segíteni? Help me out. Mi a... Hallod, mennyire messze tud már lőni? Mi a... Ezek hány ezren vannak? Jesus! Az micsoda egyébként valami... Meg kell nézni a képességeket, fogalmam nincs, mit művelek. Grafikailag azért nincs a toppon a játék, azt már most mondom. Úristen. Tehát azért, jó, mondjuk egyébként ez most a legalacsonyabb beállítás, próbáltam kicsikét lejjebb venni a grafikát, hát ha az volt a baja a gépnek, de nem az a baja a gépnek, egyszerűen az a baja a gépnek, hogy... hogy laggol ez a szar, meg gondolom olyan fantasztikus internet connection-nel rendelkeznek itt az emberkék, hogy... Az nem igaz, szóval... Grafikántól nem fogtok elájulni, az biztos, tehát azt már most mondom nektek előre. Tehát... Én nem is vagyok az a grafika buzi. Egyébként most tényleg úgy hangzik, mint hogy én most csak a pozitív dolgokat sorolnám a játékban. Mert én egy ilyen ember, aki mindig a pozitív dolgokat nézem, ezért nem lettem volna jó zsűrnek például a Kimityúbban. Tehát én sosem nem tudnék senkit leoltani. Tehát nekem, hogyha valaki főz valamilyen kaját, mint túl sósat, nem azt fogom mondani, hogy bazd meg ez sós meg szar, hanem azt fogom mondani, hogy köszönöm szépen, hogy kaptam, és megeszem sósan. Tényleg. Hoppá! A kis drónok megőrítenek egyébként. Az meg nem tetszik, hogy még ott meghalsz. Oh my fucking god. Tudom, már mondtátok, hogy idegesít ez az oh my fucking god, de annyira kijön belőlem mindig. Azért veszettük egy nyomkodni itt is idegered, de olyan okos, aki egyből visszahátrálnak, szóval nem ilyen nyomorékok. Itt az emberi jel van. Ez itt mit művel? What are you doing? Most már nem menj el. Most már ki kell, hogy... Az még elment mellette, miért? A másik karakter az jobb volt, az jobban adta. Tudtam bukfencezni, meg most... Az, ezt nem kéne csinálnom, ugye? Ezt nem kéne csinálnom. Hoppá! Azaz! Jaj, de jó, belement az ágyunkba. Jó. Ja, közben a térképet kéne figyelni, ugye? Mi ez a koponya itt? Mindig. Várjál, itt jön egy adag izé. Milyen kis köcsög működik. Pont nem ezt kéne csinálnom, de mindegy. Igen, ez így lelassítja őket, gondolom a jobb egérgomb. Nem, nekem nem ezt kell, nekem arra kéne mennem, amerre a többiek vannak. Csak tudnám, hogy az merre van. Ez mi a fasz? Már elnézést, ez micsoda? Ezzel mit kell csinálni? Oké. És ezzel nekem mit kell csinálni? Lehet itt valami... Capture-olom? Aha, valami történt. Ez most már miénk. Oké, haver, valamit csinálj, mert én nem tudom, mit csinálok. Menjünk valamerre. Ez meg Vasquez egyébként az Alien-ből. Második részből. Hard! Mit tudok még csinálni? Én healer vagyok egyébként? Jaj, nem is oda kattintok. Gyerünk. Erről van szó, öcsém, építsük meg! Erről van szó, nagyon jó. Most miért nem megyünk tovább? Fogalmam sincs, mit csinálok. Aha, ide kell. Nagyon jó. Az nagyon jó! Az ágyút, gyerekek, az ágyút. Ez az, mindenki arra fókuszál. Ez az, csak nem mindenki, ez a baj. Csak aki... Próbálok, itt minden... Bakker, mi volt az nagy golyó? Igen, az jó, mi az övéké is. Gyerünk már, mi kell még? Jézusom, most több lett az energiája, valamelyik izé híleli. Ezek a kis botok, vagy mi? Ez az... Még egyre azt hiszem, hogy ilyen ulti nagyon nincsen, vagy csak én nem látom még egyelőre. Szóval ezt a Nikitől tudom, hogy létezik ilyen dolog, hogy ulti. Ugye az a Heroes of the Storm-ban igazából a legnagyobb támadás, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt kifejezni egyébként legjobban. Ez nem is tudom, hogy ez mit csinál? A Beach Unleashes Manor, de still damage to... Aha, tehát végülis okoz sebzést, jól van. Kimentem a képből. Most miért? A kamera az néha hülye. Tehát a kamera, most ez, mi ez a kamera? Tehát, hogy menj már oda. Nem tudom, ez érdekes volt. Hoppá, paralizálva vagyok, hogy mi a rák. Gyerünk most már azt a tower szedjük le. Szedd le. Gyerünk. Ez az. Gyerünk, szedd le a towert! Erről van szó, öcsém! Enemy base is now vulnerable! Most már sebezhető az ellenséges bázis! Hova mész? Gyere! Kár nem kezd volna belemennem, viszont köszönöm szépen! Szia! Hú! Valami van! Energy or kill... Oké. Ezek mik?
Plasma Charger, Passive Behavior, ezek ilyen passzív dolgok, gondolom igazából csak így erősödöm, amíg itt történnek a dolgok. Na, itt mi van? Hűha. Ezek mit csinálnak? Jézusom. Ugyanígy lehet itt a térképen itt nézelődni. Igazából ezek a részek, itt is van ilyen ágyú, meg ilyenek, meg ezeket be lehetne foglalni, de nem is megy arra senki, szóval itt a fő utcán van, van az ütközet, az kész. Minek mennénk arra? Jó, hát az az élet cucc, az most nem kell. Igazából itt a számlálót sem értettem, sose Heroes of the Storm is hasonló, hogy 7-7, nem tudom ez mi, hogy ennyi ágyú van, vagy nem tudom. És komolyan ezeket itt elkezdjük izélni. Jó. Hoppá, hoppá! Szedd le, szedd le! Ne engedd! Nem kéne menni. Ezt is nyomunk, mindent nyomunk, fogalmam nincs mit csinálok, de nyomjuk. Oh my god! Jézus! Gyerünk, gyerünk befelé! Menekülj! Pont az ellenséges izébe megyek bele, ágyúba, nem. Jó, jó, visszamegyünk, visszamegyünk, visszamegyünk. Az a másik karakter, aki a tutoriál volt, sokkal jobban bejött, megmondom őszintén. Szóval sokkal jobban az én játékom volt. Ugyanez a, ez a konzolos karakter volt. Tudtál bukfencezni, ugrálni, ilyen TPS jellegű volt a mozgása, sokkal jobban éltem. Ezt a karakter, ez biztos valami másra való, hogy biztos itt építgetni kell, ugye ilyen skilleket, meg biztos, hogy valami support vagyok, vagy nem tudom, mi vagyok. Jó, visszállt, halott, az vagyok. Jézusom. Azt nézem, hogy kettő... Aha, de itt is, itt lent viszont van valami. Miért a kis drónok itt harcolnak, vagy minionok, vagy mit tudom én mik. I don't understand. But it's so good. An allied tower is under attack. Nagyon jó. Fantasztikus, na. Akkor gyorsan bevegyük magunkat. Nem, ez a karakter, ez nem én vagyok, valahogy úgy érzem. Én ez a harcos vagyok, vagy soldier, nem is tudom, minek lehet ezeket nevezni, hogy hívjátok ezeket a játékba, de ez biztos valami support akar lenni. Tudok itt lassítgatni, meg mit tudom én. Ez mit történik? Level up. Oké, akkor valami kitok, izé? Ez mi ez a Microsoft logó itt? Hát lenn valami harcocska. Na, hova menekülsz? Au. Segíts már! Valaki segítsen már! Jó, köszönöm, szia! Annyira mértek, ez nem igaz. Te jó Isten! És hogy elnézem, itt is jól el tudnak húzódni a meccsek, szóval már 8 percen nyomjuk, vagy nem tudom mióta. Igen, 8 perc 40. Szóval, ja. Tanak a karakterek. Isten, hogy néznek ki, te szent szar? Alright. 2, 1. Wow. Gyerünk. De ez a kis lebegő sikló, beszarok. Olyan, mint ami a Matrixban volt, ami belement Neo-ba, az a... Hát nem is tudom, hogy hívták azt, az ilyen izé poloskának számított, hogy így... Tudod, mi a franc? Hogy lement ennyire az életem? Gyorsan, healt kérek. És itt is kell maradnom egyébként, hogy hílelődjek, vagy elindulhatok előre. Elindulhatok előre, úgy nézem. Aha, rendben van, melyik? Oh my god. Ott vagyok én! Ez gáz, nagyon gáz. Hát ez már kurvára gáz. Nem. Csak itt már kiapadt. Még egy perc, remek. Jaj, mit tudom én, hogy mit csinálok? Fogalmam sincs! Oh, itt valami nem hiába van itt ez piros körben. Aha. Nem megyek rá, mert alig van életem, szóval percek alatt szétkapnak rá, és azok ilyen keményeknek is tűnnek. Nem nagyon haladunk sem erre, gyerekek, van egy olyan érzésem. Ah, ez jó. Oh my god! Haver! Milyen lehet ez igazi emberek ellen? Tehát, hogy... Ott az ellenséges bázis, ugye? Még nem vagyunk túl sokan egy ilyen izéhez. Ajj, basszus, ez nagyon tré. Nem baj, nyomni kell, nincs mese, nyomni kell a szitut. Meghalok. Oh my god. One of our towers is under attack. Jaj, nem áll, most... Most komolyan? For real? Áh, meghalok. Menjünk vissza. Csak tudnám, merre van még ilyen élet cucc.
Basszus, pedig jó volt a támadás, befejezhettük volna, de mik ezek a laggok egyébként? Nem tudom. Na, mire visszaérek, talán már izé jó lesz. Igen, talán ezek a laggolgatások, ezek úgy érdekesek ebben a játékban, de egyszer szerintem érdemes kipróbálni. Oh my god. Na, most aztán jobban mentek itt a védelemre, úgyhogy most tré. Most ez bizony tré, úgyhogy menjünk vissza. Menjünk lentről. What you say? An ally tower is under attack. Itt ugrál ez a játék, beszarok egyébként. Oké. Most ezt komolyan, ezt szedjük le. Why not? Biztos nem fog ártani. One of our towers is under attack. Jó, hát ez is. Én nem tudom, mit csinálok. Wow, tudok ilyet. Wow, ez az ultim lehet. R betűvel. Most kihatott ki nemrég. Aha, jönnek már a kis minionok. Minions. The minions are coming to defend the tower. Most ezt tudják egyébként itt izélni? Építeni? Persze, hogy tudják, tuti. Nem hiszem, hogy ez csak ennyi. Túl könnyű lenne. Aha, jó, persze. Ugyanaz, mint a Heroes of the Storm, tehát itt bead neked egy ilyen fejlesztést, nincs is shop, nincs semmi, tehát hogy nem League of Legends akar ez lenni, hanem Heroes of the Storm, inkább maradjunk annyiba. Ugye a kettő között igazából az a különbség, hogy a Heroes of the Storm egy egyszerűbb játék. Itt olyan szinten mondom, hogy egyszerűbb, hogy játszható, tehát nincsenek itemek. Ugye a League of Legendsben vannak csizmák, itemek, meg potionök, meg minden cucc, és ott aztán nagyon sok mindenre kell figyelni. Az is jó, nyilván aki nagyon nagy boba rajongó, azt imádja. Ezt erre én egyedül kevés ezek ezzel a kis pár szar darabbal. Oké. Okay. Hát ez így nagyon kevés, ez így nagyon kevés lesz. Ez nagyon kevés lesz, és nem is nagyon jön senki, viszont a többiek most vannak a bázison, úgyhogy megyek rá. Azt látom, hogy mindenki, úgyhogy inkább ott kellek én. Igen, ez az, itt vagyunk, gyerünk, most már nyomjuk! Ú, baszki, bakker! Hát ez nagyon, esztré, nagyon rosszul mozogtam. De mit laggol ez a játék? Nem tudom, mit laggol. Nem kellene laggolnia. Úristen, fél perc még spawnlok, szent szar, meg a többi, mindenki meg van halva. Az igen, az jó. Ja, mert mindenki ment ezért támadni. Oh my god, ezek meg itt jönnek már, mi? Próbálnak jönni. Jönnek azok, na jönnek azok. Fú. Én gondoltam, igen, itt. Na, 5-4. Gyerünk, ez az mányom, és a Jézusom, ez mi volt, ez a... Oké. Okay. Itt aztán jól megcsinálták, bakker. Kapjuk az ellentámadást, nem kicsit. Ó, a rohadt életben. Gyertek csak. Úristen! Ez a miénk, ugye? Nem egészen. Ó. Ez jó, hogy megyek egyébként az ellenkező irányba, merre kéne nekem menni, az úgy eléggé tré, nem? Na ez a miénk viszont. Gyere! Mi a... De béna vagyok, szent szar. Gyerünk, meg Douglas! Mennyi életem maradt? Semmi. Kvázi. Na most... Ilyenkor lehetne itt valami izé, valami... És ezzel nem tudok átlőni, ugye? Jó, rendben. Lehetne valami... ilyen kút, vagy nem tudom, minek lehet ezt hívni, amiből ilyen élet jön, mert az eléggé adná azért a dolgokat. Adogatna. Hopsz. Oké. Okay. Statisztika? Uha. Mondtam, megnézem, hogy biztos voltam benne, hogy jól elő vagyok, annyit öltem már. Hát így nem igazán. Nem tudom, elvileg ez nem úgy működik, hogy ölés számra kapod, hogy akkor te most első vagy nem. Többiek amúgy fönt mennek. Menjek velük, mert én most ezekkel a vizékkel nem fogok itt leállni szarozni, kicsik hozzá. Oh my god! Hát ez leszart a fejemet, jó van. Ujj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 
Viszlát. Bakker. Játszok a tűzzel rendesen. Visszamegyek szerintem életért. Ez így nem nagyon fogja adni. Tudnám, mit laggol tényleg ez a játék. Még hát orosszal játszok, meg valami olasz volt ott, meg csáhozott. Nem tudom.
föntről mennek a srácok, akkor én is úgy megyek. És akkor találkozunk itt félúton valahol. Ugye? Meet me halfway! Oh my god! Hát én nem kezdek el vele szorozni, inkább eljövök itt. Látjátok, szóval ugyanolyan a pályák, mint általában az ilyen játékokban szoktak lenni, ilyen jól kialakítottak, mit tudom én. Oh my god. Na? Meg aztán volt értelme, hogy én most itt csináltam. Oh, ez fáj. Na, nagyon jó. No. Jó, szia! Már 4 órája megy a meccsőnek, mikor lesz vége? Az itt az én kérdésem, tehát ilyen tiszta agyfasz az egész. Igazából, ha nem laggolna, még így jobban is örülnék neki egyébként ennek a játéknak. Na, többiek? Hát itt egy ember próbál valamit megoldani. Hát ez ugye elég tré haver. Na jó, belemegy Sauron Smith. Hát annak annyi. Azt kapja ott minden ívből. Így van. Jól van, hát nem csak én vagyok béna akkor, na! Ez itt a tanulság. Na menjünk, amíg mindig 80-as. Mi ez a helikopter itt? Random leveg egy helikopter. Szóval ja, ez ilyen skifi jellegű, de ez milyenkor? Ez ilyen skifi jellegű, háborús, ilyen... Kicsit olyan feelingen van így a kiézetre. A játéknak. Van ez a Ghost Recon, vágjátok, a Ghost Recon, hú, nem is tudom melyik az ingyenes, van egy Ghost Recon ingyenes játék. Kicsit olyan érzésem van, szerintem bevárom a többieket. Van annak értelme? Nincsen, megdöglök. Úristen, ez mi volt ez a hatalmas nyaláb? Na, hagyjál békén? Na, hagyjál békén? Na, az az, meg az! Én öltem? Nem is a számítana egyébként. Ja, a ketten öltünk, jól van. Úgy. Ez jó a drónok, ne, hát bakker vagy minionok ellen az jó. Ha bejön valami nagy állat, így elnyom az ultimat, vagy az ert, vagy itt tudom én minek lehet ezt mondani ebbe a játékba. Hú, na ez most egy jó támadás. Gyermekeim, ez most egy jó támadás, érzem ebből lesz valami. Tehát egyszerre megyünk négyen, ez most nagyon jó, csak tartsunk ki, és már itt is vagyunk. Gyerünk, megyünk be, menjünk be, csináljuk meg. Nyomom az üzét. Gyerünk, csináljuk meg. Gyerünk, nyomjad. Gyerünk, lőjed, le! Gyerünk! Nem tudom, mit csinálok ilyenkor, de csinálom. Biztos, hogy ez egy ilyen mobások lett, egy ilyen csatakiáltás. Lehetséges, de lehet, hogy nem. Meg fog halni! Úristen! Baszki, gyerünk, csináljátok meg! Vagytok ott elegen? Nem vagytok elegen, de vagytok! Miért mentek vissza? Mennyi élete van? Nézzétek meg annak, aki szarnak! Fú, pedig jó volt a támadás, ezt most éreztem, ez most pont jól jött ki, de hát szívunk. Ez egy meg lehet javítani valahogy? Nem tudom. Azt tudom, hogy a Unreal Tournament 2000 mit tudom én mennyiben, ott lehetett javítani. De javul az magától. Bakker. És én mire még spawnolok. Nem, az úgy jó volt, hogy ugye mindenki egyszerre halt meg, vagy nem tudom mi volt, de az úgy pont jól jött ki. Igen, szóval van ebben a játékban potenciál bőven, mert én is itt el vagyok vele. Ugye, mert most miért lennék el? Tehát, hogy alapból én nem vagyok tényleg mobás. De ja. Ilyen kis egyszerűbb izé, Heroes of the Storm tulajdonképpen. Ilyen nagyon egyéni izébe. Csak azért felmerül a kérdés, akkor már miért ne Heroes of the Stormoznál, hogyha ingyen van az is. Jó kérdés. De ez a kamera néha behűl. Hát talán, hogyha a géped nem viszi el a Heroes of the Stormot, talán akkor érdemes ezt kipróbálni. De igazából érdemes kipróbálni bármikor, mert megtetszik, mert kicsikét, tehát azért más itt a harc, tehát bőven más. Tehát látjátok, meghalok, mint a szar! Úgy van, köszönöm! Szóval kicsit más a harc, itt azért több a ranged attack, tehát a távolsági támadás, látjátok, szóval itt lövöldöztök, meg mit tudom én. Tehát ugye a Heroes of the Stormban meg úgy vettem észre, hogy inkább csak ez az ütögetés van, meg ezek. Ne kövezzetek meg, hogyha hülyeséget mondtam, mert valószínűleg hülyeséget mondtam. Mivel nem játszottam túl sokat a Heroes of the Storm-on. Na, a bázisunk under attack, nagyon fantasztikus. Szerintem végünk van, mint a botnak. Ezt így kijelenthetjük, ugye? Nem tudom, ez a 23-25 meg ezek. Ja, hogy senki sem él. Na, hát ez nagyon jó, egy ember él tőlünk.
Vége. Mint a szar, olyan vége van. Ott az élet. Hát ez, és csak nézni tudom. Ez a here csavarása, hogy csak így nézni tudod. Na de megjött a haverunk, úgyhogy lelövi őket. Na, valami azért. Hát de, szoros. Bakker, azt kell, hogy mondjam, szoros ez a meccs. Egyet öltem. 10-szer haltam, és 6 asszisztom van, nem rossz. Igen, ez a karakter nem erre való. Mint már azt már megállapítottam 20 milliószor. Valószínűleg. Nem arra való, amire én használni akarom. Tomek. Gyerünk, Tomek, 97. Itt most. Ez az. Ne hagyjuk. Az, hogy kevesen megyünk, megint nagyon kevesen megyünk. Szörnyen kevesen megyünk, ez így nem jó. Nem tudom. Nem ezt a karaktert kell. El kellene olvasnom mindig, hogy mivel megyek, mert ez nem arra való. Ez valami support class lehet. Olyasmi, mint amivel szerintem, amikor a League of Legends-eztem, és akkor valami Ryze-zal, vagy Riz-zel, vagy kivel mentem, az is szerintem valami support volt. Ez biztos vagyok benne. Mert, ó, menjünk rá az ágy. De basszus, nem jó! Nem jó, de mennyire messzire lő már? Mi ez az OP? Nézd meg, idáig ellő, beszarsz. Most mi legyen? Többiek hol vannak? De ez csak így tör előre, le se szarja a dolgokat, ennek szerintem ez egy tank lehet, vagy nem tudom minek lehet. De most elkezd itt szivatni, jó van. Zseniális, közül jönnek hátba ezek a vackok. Én azokat fogom lőni, mert kb. Amire én jó vagyok, az jobb formán az, hogy én ezeket lövöldözzem, meg lelassítsam az ellenfeket, support vagyok, szerintem ez azt jelenti. Hát tudok, így belövöm, és akkor így elkezdenek égni. Ilyen területi támadásaim vannak, hogy minek hívják ezt. Nagyon jó, ez az, gyerünk. Az, itt az a tank köcsög. Jó, hagyd menni, gyere vissza. Hagyjad, hagyd menjen. Jó éjszakát! Valami nagyon robbant engem. Space is van, nincsen ultim. Gyerünk. Ne, kimentem a képből. Gyerünk. Nagyon kevés vagyok ehhez. Nagyon szörnyen kevés vagyok. Gyerünk. Ajj, meg lesz az. Megvan! LeBron style! Na gyermekeim, ez lett volna a Shards of War Victoria vége. Köszönöm a figyelmet, link alul, kipróbáljátok, hogyha szeretnétek. El voltam vele, necces volt, szar vagyok benne, de nagyon jó. Szerbusztok, gyermekeim!